Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game, és évösszefoglaló nosztalgiázás helyett lássuk, mik azok a már megjelent vagy még érkező játékok, amikkel mindenképpen szeretnék foglalkozni 2020-ban. Az 1400-as évek faluvát már rengetegen igyekeztek meglovagolni, ugyanúgy, mint a Guild 3. 2017-ben lett elérhető a játék egy nagyon korai verzióban, mire le is csaptam. A sorozat második részével órákat tudtam eltölteni egy asztalos cég vagy egy kovász cég képviselőjeként. Nos, a három jelenleg nem adja vissza azt az élményt, amit elődje adott, mert még eléggé korai hozzáférésben van, ami ki is csapta a rajongók körében a biztosítékot. De én számítok az 1.0-ás csodára 2020-ban, és remélem egy stabil, átlátható játékot kapunk, ami nem csak komplex, de élvezhető is. Következő a sorban a Creeper World 4. Még csak hírcsebegtetés van a játékról, megjelenési dátumot nem kaptunk eddig, vagyis nem találtam, de játszva a harmadik résszel úgy gondoltam, mindenképpen beveszem a listába, mert remek Tower Defense játéknak tartom az előtt. Egy fizikai fertőzéstől kell megmentenünk a világot egyre fejlődő technológiánk és fegyverzetünk segítségével, ezúttal háromdimenziós környezettel. Háromdimenziós környezet. Ez az egyik nagy újítás a játék készítőitől, mert eddig csak felülnézetből bombázhattuk a creepet földről és levegőből. Kíváncsi vagyok, ad-e olyan játékélményt, vagy jobbat, mint az elődje. Visszatérünk a viking világba, a Niflheim jóvoltából. Harc, gyűjtögetés, föld alatti és feletti felfedezések várnak ránk a nappal és éjszaka szörnyeivel. A játék nem csak a kézműves képességeinket igényli, hanem a gasztronómiában és alkímiában is helyt kell állnunk zökkenőmentes fejlődés érdekében. Meg kell erősítenünk erődítményünket, mi inkább a játékosok elleni küzdelemmel lesz majd nagy hangsúlyú. Fegyvereket, páncélokat kell készítenünk a mélység kincseiből, hogy végül szembeszállhassunk a leghatalmasabb ellenségekkel is. Tipikus időrabló játék, mit nem egyedül tervezek majd játszani. Nos, találtam egy élőszereplős előzetest erről a játékról, de inkább ezt választottam. Nem egyszer szállhatunk már szembe élő halottakkal, és most újra meg fogjuk tenni a Seven Days to Die segítségével. A cél itt is a túlélés. 7 napunk van, hogy felkészüljünk a Vérhold által megvadított hordára, mi ellen csapdákkal, fegyverekkel, megerősített falakkal védekezhetünk. Ha életben maradunk, jöhet a felkészülés a következő 7. napra, hol már jóval erősebb támadást kell visszavernünk. A fennmaradt időben átvésülhetjük az elnéptelenedett épületeket jobb fegyver és eszközök után kutatva. A bejárható világ hatalmas, mi tele van a vérünkre szomjazó hullákkal, miket rengeteg módon küldhetünk vissza a más világra. Többen kérdeztétek már a Rimworldre való tekintettel, hogy nem akarok-e börtönbe menni. A válaszom az, hogy de! 2020-ban börtönigazgatói pozíciót készülök felvenni a Prison Architect jóvoltából. Fel kell építenünk a játékban egy börtönt, mit nekünk kell menedzselni. Ki kell elégítenünk az őrök és valamennyire a rabok igényeit, de leginkább a szponzorokét. Ugyanis a nagy lóvék mindig felajánlások útján vándorolnak a zsebünkbe. Ha teljesítünk egy küldetést, szembe kell nézzünk az egyszerű, zuhanyzóban pofoszkodástól a börtönlázadásig minden olyan veszéllyel, ami a jogosan vagy jogtalanul bezárt embereket kihozza a sodrából. 2020 márciusában, ha minden igaz, végre megérkezik a Mountain Blade 2 Bannerlord. Már évek óta várom a játékot, hogy megjelenjen a single playben. Multiplayerben már játszható a játék, ha benne vagy a kegy kosarában, de az nem érdekel. Rengeteg kérdésem van a játékhoz, és remélem márciusban el is kezd nekem válaszolni. Milyen az ostrom? Milyenek a küldetések? Milyen a saját falu irányítása, a harcrendszer, a tárgykészítés, a frakció, kapcsolatépítés, és még rengeteg kérdés van, amit fel lehetne tenni. Ha minden jól megy, együtt kaphatjuk meg a válaszokat a már oly régóta várt játék. Szintén egy sokadik rész, és hát nem hiszem, hogy nagyon be kellene mutatnom nektek a Settlers-t. Ha mégis, azt majd játszva fogom, ugyanis 2020 valamikorra van kiírva a játék érkezése. Amit el tudok mondani, és egyben meg is fogott a játékról, az, hogy él. A karakterek reagálnak egymásra.
nem csak egyszerű gépekként teljesítik a parancsokat, hanem tényleg az az érzése az embernek, hogy egy élő kolóniára tekint rá. A játék grafikája egyedi és gyönyörű. Nagyon remélem nem spórolták ki a lendületet a történetíróból sem, és készhez kapunk egy igényes, letisztult, egyedi játékot, mi méltó folytatása lesz a Settlers sorozatnak. Végezetül pedig 2020. április 16-ára tekintünk, mi a megjelenési dátuma a Cyberpunk 2077-nek. A CD Projekt Red már egyszer belopta magát a szívembe a Witcher 3-mal, és most azt hiszem újra fellángol a szerelem tavasszal, ezúttal a jövő városában. A játékkal kapcsolatban semmi elvárásom nincs. Tudom, hogy izgalmas, gyönyörű és kegyetlen lesz. Nagyon kíváncsi vagyok a lehetőségek tárházára, ami biztos nem kicsi. Nincs sok nyitott világú akciókalandjáték még a csatornán, de úgy gondolom, a Night City-ben való barangolás remek élménnyel fog megajándékozni úgy engem, mint titeket is. Játékokban és élményekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek! Én Uno voltam, és találkozunk 2020-ban! Szevasztok! We'll be right back.